Köszönöm a kedves nézőket! Az elmúlt időszakban nagyon sok lakossági megkeresés érkezett frakciónkhoz azzal kapcsolatban, hogy nézzük meg, hogy milyen állapotok uralkodnak ma a Buvárkund utcai játszótéren. Eljöttünk, hogy megnézzük együtt, és megmutassuk önöknek, hogy mit jeleztek számukra a lakótársaik. Fáradjanak be és nézzék meg! Sokan éreztetik úgy, hogy a kerületünk vezetése hintába rakta őket. 2010. októberében, amikor Ugi Attila és Léva István Zoltán alpolgármesterek azt a javaslatot tették a képviselőtestület elé, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságot vonják össze, nagyon sok kifogás merült föl a javaslat ellen, de legfőbb azt gondolom, hogy az volt, hogy semmilyen szakmai koncepció nem volt, ami előtt alátámasztta azt a döntést, hogy a korábban egyébként jól működő kerületcenter elismerten, és egyébként, ami nagyon fontos, még az adófizetők pénzéből nyereségesen üzemelő társaságot összevonják. Az összevonás annyira jól sikerült, hogy túl azon, hogy már több százmillió forintos veszteségeket okoznak ezek a társaságok, ma már az alapvető közszolgáltatási feladataikat sem képesek ellátni. Itt, amikor ezt a játszóteret átadták, még egy fa volt. Ma gyakorlatilag térdig érő gaz van helyette. Ezt a helyet látva, ezt a játszóteret és annak az elhanyagoltságát látva, azt gondolom, hogy kicsit a TV2-ből átvett hasonlattal azt lehetne mondani, hogy ebben a gazban még Rogán Antal sem találná meg marcipán kutyát. Éppen ezért a képviselőtestület május ülésén frakciónk egy javaslatot fog tenni a városvezetés számára, amiben a kötelező, a városüzemeltető, illetve a Városgazda Részvénytársaság által a közterületeken végzendő kötelező kaszálások számát fogjuk meghatározni ezt a javaslatban. Szakértőinkkel, városüzemeltetésben járható szakértőinkkel fogunk arról konzultálni, hogy mikor és milyen ütemezésben hány kaszálás az a minimum, amivel meg lehetne akadályozni azt, hogy ilyen és ehhez hasonló riportokkal kelljen a közeljövőben szembesülni a kerület lakóinak. Ezért fogjuk májusban ezt a javaslatot a képviselőtestület elé terjeszteni.